A határon túlról a Felvidékről és Moldvából érkeztek azok a gyerekek, akik 10 napot tölthettek el a Dabasi strandon a táborban. A város önkormányzata, helyi szervezetek és civilek fogtak össze annak érdekében, hogy ezek a gyerekek gyakorolhassák az anyanyelvüket és megismerjék az országot. A felvidéki és csángó gyerekeknek legalább akkora izgalom és kihívás volt egymás megismerése, mint a dabasi fiataloké. 14-15 éves gyerekek, akik otthon most végezték el a 7. osztályt, és azért jöttek ide, szerettük volna motiválni őket, hogy 8. után magyar tannyelvű középiskola mellett döntsenek, és Csíkszeredába jöjjenek tovább tanulni. Minden délelőtt oktatás volt, tehát naponta 4 órájuk volt történelemből, magyarból, meg bizonyos természeti tárgyakból, és délután hát voltunk kirándulni, meg fürödtek, azt szerették azt nagyon. Otthon nem nagyon van lehetőségük strandra járni. Az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a határon túli gyerekek anyanyelvi környezetben gyakorolhassák nyelvüket. Sokuknak a magyar olvasáson kívül még a beszéd is problémát jelentett. Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere, mint mondta, bízik abban, hogy hagyományt teremtve minden esztendőben meg tudják majd szervezni a magyar tábort. Az egyik fő cél az, hogy a határon túl, tehát a magyar határokon túl élő gyerekek itt a nyelvüket gyakorolják, erősítsék meg, magyar gyerek és magyar gyerek közötti kapcsolatok erősödjenek, minél több barátság szövődjön, és ennek eredményeként aztán ti a továbbtanulás során a magyar nyelvet, a magyar nyelvű iskolákat válasszátok. Ez az egyik célunk. A másik célunk pedig az, hogy akár távolabbi országokból is jöjjenek ide magyar gyerekek, és hogy minél nagyobb távolságokat áthidalva, ugye ahogy mondtam az elején, ti hidat építetek, ti vagytok az első hídépítők, hogy minél több hidat tudjunk építeni, és minél több szállal tudjuk összekötni a világban szétszóródott magyarokat. A tábor egyik főszervezője dr. Megyeriné Takács Mária volt, aki szívügyének tekinti azt a keresztülő programot, amelynek segítségével azokat a gyerekeket lehet támogatni, akik magyar iskolában, illetve a középiskola mellett magyarul szeretnének tanulni. Az egyik lényege az, hogy a gyerekek így motiválva vannak arra, nem erőltetve, hanem motiválva arra, hogy magyar nyelvű intézménybe tanuljanak, és magyarul tanuljanak. Ha elhozzuk őket, akkor nyelvi környezetben a magyar nyelvet még jobban megtanulják, és lehet, hogy ott kint románul kell beszélniük, de az a legfontosabb, hogy a szívükbe ott belül magyarnak érzik, és magyarnak vallják magukat. És úgy gondolom, hogy ha az ember vállalja ezt a keresztülőséget, bár ebben nekem még nincs gyakorlatom, akkor úgy gondolom, hogy sokat lehet tőlük kapni, és sokat lehet általuk nyerni. A búcsú estre lázasan készültek a gyerekek. Egy rövid kis rögtönzött műsorral, énekkel és tánccal igyekeztek megköszönni a támogatóknak az eltelt 10 napot, és azokat a könyveket, fotókat és apró ajándékokat, amit a szervezőktől kaptak. A záró estre nem érkezett üres kézzel dr. Szűcs Lajos, a megyei közgyűlés elnöke sem. A mai Magyarország területén 4 olyan megye van, amelyik 1000 év óta itt áll, és közüle Pest megye az egyik ilyen 1000 éves. Úgyhogy egy olyan kis ajándékcsomagot hoztam nektek, amiben ez az 1000 év megmutatkozik, és a lányoknak egy kis hátizsákot szeretnék adni, több kis ajándék mellett, a fiúknak pedig remélem egy focilabda olyan ajándék lesz, amit majd megfelelően lehet használni, és szét lehet rugdosni. Úgyhogy ha segítetek nekem, akkor mindenkinek szeretnék átadni egy ilyen ajándékcsomagot. Én azt gondolom, hogy minden magyar embernek ápolni kell a múltját, és a Csángóföld egy olyan nagyon érdekes része a Magyarországnak, a régi Magyarországnak, meg a magyar történelemnek, amelyik, hogyha elveszne, akkor helyrehozhatatlan károkat okozna. Úgyhogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, Magyarország egy nagyon fontos részletét szeretné megőrizni, úgyhogy ezt mindenképpen támogatni kell.